Bármennyire is bizonytalan év volt a 2020-as, előadásokból, próbákból tavaly is sok zajlott. ...2020-ban két világsztár is színpadainkra állt. Ervin Schrott februárban Rost Andreával énekelt két szerepet is Mozart Figaro házassága című operájában, Jonas Kaufmann pedig augusztusban adott ária estet az Eiffel Műhelyház parkavatóján, élőben, ami ekkorra a sztár szívügyévé vált. We did several streaming concerts, and then now just recently a concert with the Met, which was streamed on their platform. It's a weak substitute to live performing. Januártól a márciusi karantén időszak kezdetéig még minden a megszokott kerékvágásban zajlott. Ebben az időszakban az operák mellett több balettet is láthatott a közönség. A többi közt például a Laurencia premierjét, ami nem csak újdonsága miatt volt különleges, hanem mert az egyik előadás címszereplője Majoros Balázs a közönség előtt kérte meg szerelme a másik címszereplő Balabán Krisztina kezét. Nagyon régóta várok egy olyan előadásra, amikor együtt táncolunk valami nagyobb szerepet. Március 12-től az opera épületei bezártak, így olyan előadások maradtak el, mint a Bánkbán vagy a Ments meg Uram premierje. De az élet nem állt le teljesen a karantén időszakban sem. Az opera énekművészei nemzeti dalainkat énekelték, vagy online előadásokban keresték iskolások figyelmét. Mestereikkel online gyakoroltak a Magyar Nemzeti Balett Intézet növendékei, vagy épp az opera gyermekkórus tagjai is. Bár a világ operaházai bezártak, mi szerencsére jelen tudtunk lenni a közönség életében a nyár elindulásával. Az opera, balett és énekművészei részvételével Szarvason, illetve Zebegényben a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója alkalmával az összetartozás jegyében készült klippekről az Opera Caféban is beszámoltunk. Úgy Trianonra, annak a művészi vonatkozásaira, meg az operára aláirántja a figyelmet. Nem véletlen, hogy mit csináljuk, nem úgy vágjuk össze az interneten létező anyagokból. Elkísértük az opera zene és énekkarát az Opera Füred gála koncertre is. Augusztus végén pedig az Eiffel Műhelyház parkját egy emlékezetes parkfoglaló gálán nevezték el Kodály Zoltánról. Több száz magyar művész és a világhírű Jonas Kaufmann is itt lépett fel. Szeptemberben újra nyitott az opera. Következtek a francia múzsa szezonjának őszi bemutatói. Alexander Ekman Cacti című modern balettjének, vagy a Jake Heggie Halálsoron játszódó Ments meg Uram című kortárs operájának magyar premierjei. Vajda János 5. operája, a Képzelt beteg, illetve a Monteverdi műve nyomán modernizált Popea megkoronázása is nagy sikerű előadásokat hozott. Ahogy a Szinetár Miklós rendezésében bemutatott István a király is, amely az ismert rockopera szimfonikus hangszerelésű opera változata. Az arról szól, hogy itt több száz év óta mindnyájan egy kicsit koppányok vagyunk, és egy kicsit Istvánok vagyunk. És itt harcol mindig egymás ellen két fajta mentalitás, az egyik, amelyik azt mondja, hogy rend legyen, a másik azt mondja, hogy szabadság. A járvány őszi második hullámának kezdete óta az opera élő közvetítéseket kínál közönségének. Az Opera Live online előadás sorozat keretében Maszkabán néven hétvégi áriaesteket hallhat a közönség, így többek közt a világhírű Miklósa Erikáét vagy Rost Andreáét is. Az opera szerdák immár szokásos, kivonatolt opera előadásai mellett péntekenként az opera balettáncosai, illetve zene és énekkara szórakoztatja a nézőket a Tercet Trio Troa című előadásokon. Így jutott elég téma a közben 200. adását megérő Opera Cafénak a színfalak mögött is.
Minden koncert előtt kell lenni egy kopis palacsinát. Az operát és a balettet ötvöző veszedelmes Éden jelenetei, vagy az opera gyermekkarának magával ragadó karácsonyi klipje is azt mutatja, hogy az opera és a balett életkortól függetlenül hat a közönségére. Bízunk abban, hogy 2021-ben minél több élő előadáson mutathatják majd meg újra a művészek a darabok különleges, semmivel össze nem keverhető varázsát.